Sziasztok! Már egy idézettel készültem nektek. Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. A mai idézetemet Ábrahám Lincoln nevéhez fűzik, pedig így hangzik. A legjobb módja annak, hogy megjósold a jövődet, az, ha megteremted. No, hát egyszerűnek is tűnik a mondás, itt is hagyhatnám, elköszönhetnék, és akkor, akkor, igazából szerintem ez, ez aki érti, az úgy is megérti, aki lát benne valami, valami tovább gondolást, az, az, az úgy is fogja látni. Én viszont, ha nyilván kíváncsi vagy rá, akkor megosztom veled, hogy, hogy mi az, amit én gondolok erről a mondásról, miért tartottam fontosnak hozni nektek. No hát, nagyon sok ember hagyja, hogy, hogy úgy simán és egyszerűen sodródjon. Van most egy nagyon ahhoz képest közeli ismerősöm, akit próbálok faggatni, hogy mik a tervei, mik a céljai és, és konkrétan semmit nem tudok készíteni belőle. És az kiderült, hogy egész gyerekkorától fogva így van. Soha nem ábrándozott azon, hogy mi akar lenni, soha nem volt egy célja, soha nem volt egy, egy, egy olyan elérni való vágya, ami, úgy plusz tettekre hozta volna. Tehát sodródik szó szerint, sodródik abban, ami éppen körülötte van, és amikor egy új élethelyzetbe találja magát, akkor szerencsétlenül összeroppan, te szerencsétlen természetesen idézőjelben van, hiszen azért, azért, lenne lehetősége, én azt gondolom, hogy, hogy tenni ellene, vagy legalábbis készülni ezekre, hogyha tervei és vágyai lennének. Aztán nagyon sok ember felnő úgy, hogy olyan dolgunkat tervez, ami teljesen irracionális, ami nem biztos, hogy baj. Tehát ugye nagyon sokan az úgynevezett álmodozók, ábrándozók vesznek azok a pályanyírok vagy, vagy éppen feltalálók, akik olyan dolgokat hoznak létre, amire mindenki más azt mondja, hogy ezt nem lehet, és ő megmondja, hogy már pedig dehogy nem, és akkor megmutatja, hogy hogyan. Aztán vannak azok a típusok, akik viszont ahhoz képest reális célokat tűznek ki maguk elé, és majd mint a szamár elé a répát, mindig, amikor már majdnem elérik, akkor teszik a következő céljukat. Én azt gondolom, hogy ők tudják a legmesszebb vinni a. a tehát azt, ahova elérnek, mégpedig azért, mert tudatosan csinálják. Tehát nem biztos, hogy azt előre feltolják azt a répát, elképzelhető, hogy, hogy a, a végcél van meg, és ez az úgynevezett 10 éves terv, amit én szoktam nektek emlegetni, hogy, hogy lásd magad, hogy hol szeretnél lenni tíz év múlva, és akkor ugye feldolgozó most hol kell lenni a répának. És akkor mindig, amikor ö, eléri majdnem a répát, akkor előréptolja, viszont ö, tudja, hogy hol fog kikötni. <coughs> Bocsánat tehát hogy hol fog kötni ez a répa, ezáltal gyakorlatilag könnyebben, tehát felosztotta ugye az elérendő célját, és könnyebben tudja maga, magát az utat. Nyilván, ha jön valami kis keresztút, vagy válaszút, vagy valami, akkor, akkor ahhoz tud reagálni. Mod de visszatérve az eredetihez, tehát aki, aki, nem tervez előre, a helyet más fogja megtervezni, és, és nagyon fájdalmas tud lenni. Tehát nem érti, hogy miért vannak azok az események körülötte, amiket az úgynevezett mások, akár egy rendszer, akár a környezete, akár az ismerősei, a munkahelye, a főnöke csinál, illetve hát igazán nem csinál, hanem tervez helyette, hiszen nem lóghat ő sem a levegőbe. No, hát remélem nem nagyon kalandoztam el az értelmezésében, ennek a mondásnak nem akartam túl messze vinni, amit, amit hallottál tőle rólam, viszont azt nagyon szerettem volna, hogy értsd, hogy miért kell a jövődet tervezni, hogy miért jó, ha tervezed a jövődet. No, ennyi lenne a mai kis videónkban, elmondom újra ugye a mondást, Abraham Lincolnnak tulajdonítják a legjobb módja, hogy megjósold a jövődet, az, ha megteremted. Úgyhogy ö, igazából nem is ö, kívánom összefoglalva elmondani, hiszen ez a mondás az mindent elmond. Tetszett a videó, kérlek lájkold, nem vagy feliratkozz, ha tudod, mit kell tenned, ha valaki olyan megosztanád, akkor pont ugyanezt tudod, hogy mit kell csinálnod. És találkozunk mondjuk holnap is. Szia!